Ha szeretnél egészségesen étkezni, akkor jó helyen jársz. Ebben a videóban elmondok mindent, amit az egészséges étkezésről tudnod kell, nem csak cukorbetegeknek vagy inzulinrezisztenseknek. Hello, szia, szevasztok! Tomi vagyok, egyes típusú cukorbeteg, ez pedig itt a Diab Navigátor, ahol mutatom nektek a kiutat a cukorbetegség és az inzulin rezisztencia útvesztőjéből. A Diab Navigátor azért jött létre, hogy tanácsadással, étrendtervezéssel, tippekkel, trükkökkel és egy szuper webshoppal segítsen nektek a cukorbetegségetek vagy az inzulin rezisztenciátok kezelésében. Ott vagyok Facebookon, Instagramon és YouTube-on is, kövessetek be és szórjátok a szívecskéket. Sokan bajban vannak akkor, amikor egészséges étkezésbe szeretnének fogni, mert nem tudják, hogy csinálják, miket tehetnek, stb. Úgyhogy most tiszta vizet öntünk a pohárba. A videóban szereplő tanácsok nem csak cukorbetegeknek vagy inzulinrezisztenseknek lehetnek hasznosak, mert igazából a cukorbeteg vagy inzulinrezisztens étrend az egy olyan általános egészséges táplálkozás, amit minden ember követhetne. Alapvetően három tápanyagcsoport van, amire a leginkább oda kell figyelned, a fehérje, a zsír és a szénhidrát minőségére, mennyiségére és helyes arányára. Ebben a videóban a szénhidrátokról fogok beszélni, a többi videót pedig erre a szürke téglalapra kattintva tudjátok megnézni. A szénhidrát kulcsfontosságú a szervezetünk számára, mivel ez az energiaforrás, amit a legkönnyebben tudunk hasznosítani. Mennyiség tekintetében, hogyha cukorbeteg vagy inzulinrezisztens vagy, akkor nagyon fontos, hogy odafigyelj arra, hogy egy étkezés alkalmával 40 vagy 60 g szénhidrátnál többet semmiképpen ne egyél meg. Hogyha nincsen szénhidrátanyagcsere problémád, akkor megehetsz ennél többet is, de ugyanúgy az összkalória beviteledre mindenféleképpen figyelned kell. Minőség tekintetében pedig az a legfontosabb dolog, hogy lassan felszívódó szénhidrátokat fogyassz, amik nem emelik meg hirtelen a vércukorszintedet. Én azt tanácsolom neked, hogy az ilyen extrudált meg puffasztott ételeket felejtsd el, mint például az abonát, illetve ne legyen egy ilyen kekszeket sem, akkor se a teljes kiörlésűek, vagy hogyha nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, mert attól még ezek gyorsan felszívódó szénhidrátok, így például a gulyont is felejtsd el. Nyilván milliószor hallottátok már azt a tanácsot, hogy fogyasszatok teljes kiörlésű pékárút, lisztet, tésztát meg kenyereket. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a teljes kiörlésű lisztek azok nagyjából ugyanolyan gyorsan képesek felszívódni, mint a normális fehér liszt, úgyhogy igazából ezzel nem sokra mentek. És hogy mi lehet ennek az oka? Igazából nagyon egyszerű dolog. Onnantól kezdve, hogy egy magot, azt nagyon-nagyon megőrlünk, azt sokkal könnyebben tudja feldolgozni, felszippantani a szervezeted, ugye a benne lévő szénhidrátokhoz sokkal gyorsabban tud hozzáférni. Az egy nagyon jó dolog, hogy a teljes kiörlésű dolgokban benne marad a magnak a héja, amiben ugye van sok vitamin, ásványanyag meg rost, ezek hasznosak a szervezetednek, de igazából szénhidrát felszívódás sebesség szempontjából nem jársz jobban, mint a fehér lisztekkel. Hogyha ilyen dolgokra vágytok, akkor keressétek inkább a szénhidrát csökkentett termékeket, ami mellette lehet teljes kiörlés is, de nem ez a fő szempont. A Diab Navigátor webshop pontosan erre lett kitalálva, olyan tésztákat, illetve liszteket válogattam nektek össze, amelyek szénhidrát csökkentettek, én is kipróbáltam őket, és egyébként nagyon jól működnek, pontosan annyira emelik meg a vércukorszinteteket, amennyire elvárnátok, úgyhogy ezeket biztonsággal fogyaszthatjátok. Klasszikus, imádott köretünk ugye a fehér rizs, illetve a krumpli, ami minden háztartásban van otthon, és általában ugye ezek a jellemző köreteink, amit megeszünk így a mindenféle húsok meg a különböző ételek mellé. Nem szívesen mond le ezekről az ember, én tudom, hiszen én is imádom ezeket a dolgokat, de szerencsére van egy csomó nagyon szuper alternatíva, amiből egészséges, de ugyanolyan finom köreteket tudunk készíteni. Érdemes szétnézni a gabonák tájékán, ugyanis hogyha mondjuk árpát, kölest, bulgurt, hajdinát, zappelyhet fogyasztunk, vagy mondjuk barnarist, akkor ezek olyan szénhidrátforrások lesznek, amik lassan fognak felszívódni, nem fogják olyan hirtelen megemelni a vércukorszintet, és hogyha hozzáadjátok még azt is, hogy a hüvelyesek környékén keresgélve megtaláljátok a lencsét, a vörös lencsét, a csicseri borsót, a sárga borsót, vagy mondjuk a zöld borsót, akkor ez megint 5 darab olyan lehetőség, amiből szuper köreteket tudtok készíteni. Arról nem is beszélve, hogyha mondjuk mindig összekeveritek ezeket, tehát mondjuk valamilyen gabonát, valamilyen hüvelyessel, akkor még ilyen szuper vegyes köreteket is tudtok készíteni, úgyhogy a variációk száma végtelen. Ezeket a gabonákat, illetve a hüvelyeseket mind megtaláljátok a Diab Navigátor webshopban, úgyhogy olyan szuper köreteket fogtok ezután főzni, hogy a család meg fog őrülni, ebben biztos vagyok.
Szerencsére a krumplira is van egy nagyon jó alternatívánk, ez pedig az édes burgonya, amiből ugyanolyan finom krumplipürét, vagy mondjuk ilyen tepsis burgonyát tudtok készíteni. Ez annyival lesz jobb, hogy picivel lassabban szívódik föl, mint a krumpli, úgyhogy érdemes lehet vele kísérletezni. Ami még nagyon klasszikus magyar étel, azok a különböző rántott dolgok, mint a rántott csirke, meg a rántott hal. Hát az van, hogy ezeket nagyon nehéz kiváltani. Ugye egyrészt a panír az klasszikusan nem egy jó dolog, mert gyorsan felszívódó szénhidrátot tartalmaz, és ugye viszonylag sokat. Másrészt pedig az, hogy olajban, zsírban sütünk ki dolgokat, az nem igazán egészséges. Hogyha mindenféleképpen rántott ételeket szeretnétek enni, akkor próbáljátok meg a panírt úgy elkészíteni, hogy az minél inkább szénhidrát csökkentett legyen, tehát mondjuk lehet ilyenkor korpát használni panírozásra, de attól függetlenül ugyanúgy, hogyha olajba kisütitek, az nem lesz annyira egészséges. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a rántott dolgokról valószínűleg le kell mondanotok. Hogyha cukorbetegek vagy inzulinrezisztensek vagyunk, vagy pedig diétázunk, akkor az első dolog, amiről le kell mondanunk sajnos, azok a különböző cukres termékek, torták, sütik, illetve az édességek. Nyilván ennek az az oka, hogy ezek a termékek rengeteg gyorsan felszívódó szénhidrátot tartalmaznak. El lehet menni az ilyen mindenmentes, meg diabetikus cukres termékek és édességek irányába, de nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy pontosan milyen összetevők vannak ezekben a termékekben. Általában az szokott lenni a legnagyobb probléma a cukres termékekkel, hogy valamelyest szénhidrát csökkentetté teszik őket, de még mindig nem az igaziak, még mindig túl sok szénhidrátot tartalmaznak, és azok a szénhidrátok túl gyorsan szívódnak föl, tehát csak egy picivel vagyunk beljebb, de igazából ugyanúgy rosszat teszünk magunknak, hogyha ilyen termékeket fogyasztunk. Beszélnünk kell azokról az édességekről, amiket ugye boltban tudtok megvásárolni, mint a különböző csokoládék, amit mindenki imád, én is. Csokikkal viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, mert elég nagy a választék az olyan termékekből, amik biztonságosan szénhidrát csökkentettek, mert jó édesítőszereket használtak fel bennük. Ezek az édesítőszerek egyébként az eritrit vagy a stevia szoktak lenni, de sokszor maltitot is használnak ezekben az édességekben. A Diab Navigator webshopban érdemes körbenézni, mert tényleg nekem nagyon-nagyon fontos volt az, hogy a csokikból széles választékot találjátok, és mindenki a saját ízlésének megfelelő csokit tudja kiválasztani, akár édesítőszer tekintetében is lehet választani, hogy eritrit, stevia vagy pedig maltit legyen benne, meg hát nyilván ízekben is van rengeteg, ugye klasszikus étcsokoládé, tejcsokoládé, mogyorós csoki, mindenféle töltelékekkel töltött csokik, táblás formában, kis csoki formában, úgyhogy tényleg tudtok válogatni, nézzetek szét, ezek jó minőségű cuccok, nyugodtan ehetitek őket. És akkor beszélnünk kell az édesítésről, az édesítőszerekről. Ugye a klasszikus cukor az tiltott, és minden olyan édesítőszer tiltott, aminek kalóriatartalma, azaz szénhidrát tartalma van. Amit sokkal inkább javaslok, az eritrit vagy a stevia, illetve ezeknek valamilyen arányú keveréke. Mind az eritrit, mind a stevia teljesen kalóriamentes édesítőszer, így nem fogja megdobni a vércukorszinteteket. A Diab Navigator webshopban megtaláljátok ezeket a szereket külön is, tehát külön az eritritet, külön a stevia-t, illetve a keverékeit is, különböző formában, mint por, csepp, vagy pedig tabletta, sőt egyébként még olyan stevia cseppet is tudtok vásárolni, ami teljesen keserű, utóíztől mentes, totál őrület a cucc, én imádom. Beszélnünk kell a gyümölcsről is, mert általában ezeket ugye egészséges élelmiszernek mondják, ami egyébként igaz is, mert ugye rengeteg vitamin van bennük, meg rost, ami nagyon egészséges a kis testünknek. Ugyanakkor az a probléma a gyümölcsökkel, hogy nagy mennyiségű, gyorsan felszívódó szénhidrátot tartalmaznak. Pontosan emiatt én inzulinrezisztencia, illetve kettes típusú cukorbetegség esetén nem ajánlom a fogyasztásukat, vagy maximum akkor, hogyha mondjuk étkeztek egy olyat, amiben sok fehérje és sok zsír van, és az étkezés végén közvetlenül esztek nagyon kis mennyiségű gyümölcsöt. Ezáltal ugye a szénhidrát bevitelt a kis mennyiség miatt nem fogjátok nagyon durván megdobni, illetve az étkezés elején elfogyasztott zsír és fehérje lassítani fogja a gyorsan felszívódású szénhidrátokat a gyümölcsben, úgyhogy így valamelyest tudtok javítani a dolgon. Hogyha viszont egyes típusú cukorbetegek vagytok, akkor én inkább az étkezés elején javaslom azt a minimális bevitt gyümölcsöt,
hogy gyorsan fel tudjon szívódni az a szénhidrát, és a szénhidrátnak a gyors felszívódási görbéje, az fedje az étkezés előtt beadott bólusinzulinnak a gyors felszívódási görbéjét. Tehát gyakorlatilag balanszban van a szénhidrát felszívódásoknak a sebessége, illetve az inzulin hatás görbéje. Ezáltal nem fogtok belefutni alacsony vagy magas vércukorszint problémákba étkezés után. És most ti jöttök, jöjjenek a kérdések, a tippek, trükkök, beszéljük ki a témát, írjatok le kommentben mindent. A Diabnavigátor azért jött létre, hogy étrendtervezéssel, tanácsadással, tippekkel, trükkökkel és egy szuper webshoppal segítsen nektek a cukorbetegségetek vagy az inzulin rezisztenciátok kezelésében. Hogyha tetszett a videó, akkor bökj egy lájkot, kövess be a csatornát és találkozunk a kommentek között.